A Magyar Olimpiai Bizottság megtartotta 2019-es ünnepélyes Fair Play díjátadó gáláját. A gálán a Ferencvárosi Tornaklub két kategóriában is érintett volt. Fair Play cselekedetért kapott díjat férfi kézilabda csapatunk korábbi kapusa, Radem Ijatović, aki az előző szezonban egy Csurgó elleni nagyon fontos bajnokin csapata 7-6-os vezetésénél jelezte a játékvezetőknek, hogy tévesen ítéltek a Fradi javára egy eset során, így az ellenfélig kell, hogy legyen a labda. Ezzel a játékos kivívta a csurgói közönség és a játékvezetők elismerését is. Beleértem a labdába, és mivel a játékvezetők ezt nem látták, úgy ítélték, hogy mi jöhetünk. Én elmondtam az igazat a sporiknak, ők pedig megváltoztatták az ítéletet. Igaz, hogy fontos mérkőzés volt ez a számunkra, de korábban játszottam a csurgóban is, és természetesnek tartottam ezt mindenkivel szemben. Ráadásul úgy éreztem, egyértelmű helyzet volt, de szerintem minden szituációban ezt tettem volna. Őszintén szólva nem is tudtam, hogy van egy ilyen díj, úgyhogy meglepődtem, de még egyszer mondom, szerintem ennek kellene természetesnek lennie a világ minden pályán. Klubunk a Fair Play eszmeiségének népszerűsítése kategóriában is díjazott volt. A díjat a jégkorong szakosztály utánpótlásának U8-U10-es korosztálya érdemelte ki gyermek sikethokis programjával. Magyarország egyetlen siket jégkorongos csapata évek óta működik az FTC égisze alatt. A felnőttek edzései mellett pedig gyerekekkel is elkezdtek foglalkozni. A cél már a kezdetektől fogva az integráció, hogy a program végére a siket gyerekek együtt edzhessenek és egy közösségben lehessenek épp társaikkal. Mártonfi Máté barátom volt, aki megkeresett, hogy mit szólnánk a szakosztály ahhoz, hogyha a gyerek siket jégkorongot is bevonnánk a siket jégkorongot a szakosztály életébe. Ugye először csak egy gyerek jött szépen hozzánk, és akkor a Lobog utcai, a 9. kerületi bérelt jégpályán heti 2 alkalommal Máté elkezdett toborozni, és most már ott tartunk, hogy 13-15 fiatal siket vagy nagyot aló fiatal sportol. A Ferencváros égészet, és abban már 4 játékos le is tudtunk igazolni. Úgy említem, hogy te vagy, ilyen nevemben környéken elkezdtük tologatni a siket gyerekekkel, hogy legyen utánpótnál, nem csak a felnőtt csapat, hanem hát egy utánpótnál, és úgy elindult, előtt azt hittem, hogy 3-4 alatt elég szép számmal, szép többet számmal jelentettek, azóta 16-an vagyunk, mint felásodítek, úgynek mindenem fontos az integráció, hogy a sikettek ugye hallók, tehát égettő ugyan az öltözőben tudjanak együtt dolgozni. Jó magam úgy sportoltam, saját bőrömön tapasztaltam, hogy az integrálat nagyon fontos a mai világban nálunk, főleg Magyarországon, mert a hallók megtanulnak jelenni, a csukatok megtanulnak jól beszélni, jobban kommunikálni a sportban. Itt később pélek folyamán, amikor felnőnek, akkor már tudnak az életükben is helytállni. Mit szóltatok, amikor hallottátok a hírt, hogy díjazott titeket a Fair Play Bizottság? Igazából nagyon megörültünk, ezt sem akartam ítélni, nekünk azért ez természetes, mert most már évek óta csináljuk, de itt a visszajelzésekből azt látom, hogy ez mindenki, sok embert meg is hatott, hogy milyen dolgokat is csinálunk. Bízom benne, a többiek is követik majd a példánkat.